Téged is bántanak? Teszünk a barátaink lennének, köszönöm, hogy tesznek minket. De esetleg karakter meg van egy titkos szerelmeként bánunk meg, te nem? Miért így? Haj, de most vagyok! Megjöntem. Az jó, mert... Nem értem. Öt. Másik király. Igazából csak a tegnapiak miatt jöttem. És ne terjesz hülyeségeket rólam, mert nincs amit problémáink vannak. Elég fura volt, szóval gondolod, hogy megkérdezem, hogy hogy volt. Állj! Átve. És hát gondoltam, megkérdezem, hogy hogy vagy. Hogy? Hogy? Szóval összegezve azt gondoljuk, hogy úgy jön az a lakpapár. Összegezve azt gondoljuk, hogy az a karakterek akár az irodalomban, akár a való életben rendkívülsök létre. És éppen ezért lehetnek pozitívak is, de bassza meg végig a kamerában is! Szerintem ez tök jó lesz. Talán meg is tudja tetszeni. Mi a baj? Igen. Biztosan. Ezt mondom, hogy igen, biztosan, de nem. De mi a baj? Mi a szerelem az irodalomban témakrét kaptunk, és úgy gondoltuk, hogy a Romeo súlya tökéletesen mutatja a szerelem súlyt. Mi a szerelem az irodalomban témakrét húztuk, nem húztuk, nem csak kaptuk. Mi a szerelem az irodalomban témakrét húztuk. Úgy gondoljuk, hogy ezt a leginkább a Romeo súlya tudja bemutatni, hogy milyen sokrétű a szerelem. Hagyjuk. Hol az Istenben voltál? Nagyon rossz. De mind nincs sok túl. Hol az Istenben voltál ma reggel? Jöttem volna, csak azt volt, hogy... Tudod, nem szeretem, hogy kibasznak velem. Az egy... Jó. Hol az Istenben voltál ma reggel? Bocsánat, jöttem volna, csak az volt. Tudod, nem szeretem, hogy... Mert láttuk az el. Járunk, nagyon mélyen. Az ókori istenségek a birodalom. 8. Az ókori istenségek az irodalomban. Először is tegyük tisztába az ókori istenségeket. Ami elengedhetetlen az irodalmi Ja, nem mondtam. Mert te is egy értelmes szerencsétlennek látsz. De hogy is. Szerintem téged azért bántanak, mert... Igen. Én csak... Bocsánat. Nem az a semmi.